25. évfordulója alkalmából szent misét. Köszönjük, hogy eljöttél.
ezen szentelte pappá, Szombathelyen a Székesegyházban, és négy hónappal ezelőtt pedig püspökké Budapesten, akkor néha azon jár az eszem, hogy ez a 25 esztendő a benne megvalósult kapcsolatokból, a benne létrejött és megélt szép eseményekről szól. Az összességüket csak a Jóisten ismeri. Ő az, akinél hiszük azt, hogy mindaz, ami velünk történik, megtalálja a maga egységét. Hogy ő nem felejt el elsősorban jót, ajánlott. És ebben a bizalomban nyilatkozott benneteket is, hogy ennek a templomnak a búcsónapján adjunk hálát mindazért a jóért, ami veletek ezzel a közösséggel itt ebben a templomban történt. Azért az áldásért adjunk hálát, ami ebből a templomból az egyházközségnek, kenyeri lakosaira és a környék embereire kiáll. A mi hitünk azt mondja, hogy minden templom egy kicsit egyfajta oázis. Egy forrás a jónak, áldás a bőség. Hogy ezt ma is jobban meg tudjuk fogadni, viselni a lelkiismeretünket és bánjunk a bűneinket. Hogy méltóképpen ünnepelhessük az ott szent.
Oh,
és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a madzag, és a Szent Lélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Urának anyja látogat el hozzá? Mert én, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta a lázadra szolgáló leányát, lám ezen túl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve, irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, szíjjel szólta mind a gőgő szívűeket. Lesöpölte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Áldunk téged, Krisztus! Szerendő példámosodja, kedves testvérek! A keresztény középpontja Krisztus feltámadása. De hogyan volna értelme a feltámadásnak, ha nem hinnénk Jézus Krisztus egész emberségét, világos születését, a Fiúisten megtestesülését? A keresztény hit legteljesebb reménye az örök élet. De milyen lenne az az örök élet, amelynek reménye nem változtatja át ezt a mostani földi életünket? Mit ér az az örökké valóság, amelyiknek a ragyogása nem borítja új fénybe ezt a mostani földi életünket? Kicsin gyermekkorunktól a felnőtt kor kihívásain keresztül az időskorig, és aztán a beteg ágyig és a halálig. Amikor a mai napon Szűz Mária látogatására emlékezünk, hogyan idős rokonát Erzsébetet meglátogatta, szép magyar nevén Sarlós boldogasszony ünnepei, akkor tulajdonképpen felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mit keres ez a szinte meseszerű, vagy ha tetszik, egészen természetes jelenet, hogy két várandós anyuka találkozik egymással, hogyan illeszkedik ez be az Isten végtelen nagy tervébe, az örökké valóság pillanatai közé. Amikor Erzsébet és Mária találkozása ábrázolják, nagyon gyakran kiemelik, hogy Erzsébet idős, Mária fiatal. Ha itt fölnézünk a kenyeri templomnak az oltár képére, minden bizonnyal sok időt töltöttetek már azzal, hogy ennek az alakjait, a főszereplőket és a mellékszereplőket megfigyeljétek, hogyan emeli meg kalapját a háttérben, alig hanem Zakariás, a jeruzsálemi templom papja, hogyan hallgat csendesen a háttérben, ahogyan Lukács evangéliumában másik is József, hogyan lesznek ők tanúi két várandós anyuka találkozásának,
Tehát amikor ezt a jelenetet ábrázolják, akkor kiemelik azt, hogy Erzsébet idős, Mária fiatal. Erzsébettől fog születni, természetes, de csodálatos módon, mert idős korban keresztelő Szent János, az Ószövetség utolsó prófétája. És Máriától, Szűz Máriától születik, szüzességét nem sérte, hanem még inkább ragyogóvá téve, emberi közreműködés nélkül az Isten fia, a názáreti Jézus. A két alak, az idős Erzsébet és a fiatal szűzanya, keresztelő János és Jézus. Teológiai értelemben a hitünk távlatában az Ószövetség és az Új Szövetség találkozását szemléltük. Keresztelő János az Ószövetség utolsó prófétája. A proféták jövendőlték a Messiás születését, de János az, aki rámutat, íme az Isten bárá. Nem egy híres festmény ábrázolja keresztelő János ebben a pozícióban, hogy a kezében rámutat, ő az, és Jézus az, az Isten fia, aki a proféták szavát beteljesíti, aki a megígért megváltást teljessé teszi, akiben Pál apostol szavával élve Isten minden ígérete igenné válik. Ő benne nem volt, igenis meg nem is. Ő benne az igen valósult meg. Egy nagy igen, amelyen Isten a teremtett világa igent mondott, a megígért szót valóra váltotta, a megváltást, a szeretetet, az Isten közelségét, immár véglegesen, egyszer s mindenkorra megtapasztalhatóvá és elérhetővé tette. Ki találkozik itt? Egy idős és egy fiatal. Az ígéret és a beteljesedés. Két csodálkozás egyé válik. Az is a fiatalos kezdete, a derűt, az örök ifjúsága, amely Istenben talál új kezdete. Ahogyan itt templomban egy kicsit álmélkodtam és körülnéztem, néztem a szép festményeket, azt fedeztem fel, hogy itt a szentélyben, az oszlopok fölött a négy evangélistát ábrázolták. És éppen itt fölöttem, szószék, mostani és a régi szószék, az legközelebb eső sarokban, Szent Lukácsot látjuk. Lukács a harmadik evangélium szerzője, akit általában egy bikával ábrázolnak, mert hogy ő úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint áldozati bárány, már gyermekség evangélium elbeszélésére. Lukács és a kortársai számára nagyon fontos volt az, hogy Jézusban az Ószövetség beteljesedését látták. Ez azért volt annyira fontos, mert az első keresztény közösségeknek a döntő többsége a zsidósághoz származott. Hívő zsidó emberek voltak, akiknek a vallása, a hite rendkívül erősen kötődött a jeruzsálemi templomhoz. Lukács evangélista úgy ábrázolja Jézus kicsin gyermekkorát, illetve már a születése előtti időszakot is, hogy abban minden egy oda-vissza mozgásnak felel meg. Jézus választott szülei, mármint édesanyja és nevelő apja József, fölmennek Jeruzsálembe, aztán hazatérnek otthonukba. Aztán fölmennek, bemutatják a megszületett Jézust, aztán hazamennek otthonukba. Aztán Jézus fölmegy Jeruzsálembe, és aztán azt mondja a tanítványoknak, Galileába viszont láttuk ennek. És akkor a tanítványok a templomban összegyűlnek és imádkoznak, és várják a Szentlélek megígért eljövetelét, és aztán elmennek az egész világon, és hirdetik az evangéliumot. Ez az egész oda-vissza jövetel, mint hogyha azt mutatná, hogy az első keresztény közösség is úgy, meg úgy oda talál az életének középpontját jelentő templomhoz, és mint hogyha úgy, meg úgy keresné, hogy
hogyan és mikor tud elindulni az egész világ. Mint amikor mi töprengünk és újra meg újra ránézünk valamire, tegyen, ne tegyen, tegyen, ne tegyen. És aztán egyszer csak elindul. Egyszer csak megvilágosodik bennünk, hogy mit kell tenni. Megkapjuk az erőt, hogy elinduljunk. Az ősegyház, az első keresztények közössége nagyon súlyosnak élte meg ezt a kérdést, hogy mi a kapcsolata a zsidósággal. Az új szövetség jelentős része arról szól, hogy megfogalmazzák, az ószövetségben kapott ígéretek beteljesedtek. És most, az ígéretek beteljesedése után, ebben a teljességben nekünk küldetésünk van az egész világhoz. Kedves testvérek, talán feltehetjük azt a kérdést, hogy a mi életünkben és a mai egyház életében van-e olyan hasonló súlyú kérdés, mint amilyen ez a réginek és újnak, a zsidóságnak és a pogány világból megtérteknek a kapcsolata volt az új szövetség idejében. A maga részéről, kedves testvérek, úgy látom, hogy az emberre és a társadalomra vonatkozó ismeretünk és nézetei nagyon sokat változtak az elmúlt, talán mondhatjuk így, 200 esztendőben. Azóta az időszak óta, amelyet az európai szellemtörténetben szívesen emlegetnek úgy, hogy felvilágosodás. Az úgynevezett nagy francia forradalom, amelyben nagyon sok régi értéket megkérdőjeleztek, amelyikben nagyon sok régi értéket egyszerűen megsemmisítettek, vagy derékon törtek. Kiegészítve az ipari és filozófiai átalakulással, az elmúlt 200 évben egy hallatlan technikai fejlődést hozott, és ugyanakkor a mindennapi életünkben is egy sor olyan értéket és alapvető hozzáállást megkérdőjelezett, ami azelőtt egészen egyszerűnek és természetesnek tűnt. Tapasztaltunk az Isten színe elé. Mire gondolunk? Azt, ahogyan betegeinket ápoljuk. Azt, ahogyan a gyerekeket nevelni szeretnénk. Azt, ahogyan a fiatalok mellé oda akarunk állni, amikor párválasztás, meg pályaválasztás fölmerül. Mi nem csak egy idős gyülekezet szeretnénk lenni, hanem szeretnénk őszintén örvendezni a fiatalok növekedésének, ahol ez az öröm, ez a derű jelen van, az élet virágozni kezd. Kedves testvérek, köszönöm nektek, hogy ma itt lehetek veletek. És hogyha elképzelem azt a sokféle élethelyzetet, amiben ti vagytok, akkor biztos vagyok abban is, hogy mindez része lesz annak a kenyérnek és bornak, amit ide az oltára hozunk, és része lesz annak a csodának, ahogyan Isten átváltoztatja ezeket, egységbe fogja ezeket, és ahogyan Isten ma is megmutatja, hogy hűsége. Ámen.
testvéreim, Szűz Mária látogatásokon Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyeljük a Szentlélek kegyelmeit. Adunk, hogy Szűz Mária közbejárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, hogy Szűz Mária közbejárására kérdéseink meghallgatásra találjanak. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fel a barátaink megsegítésére. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjünk Urunk anyját. Kérünk téged, hallgass bennünket. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át. Kérünk téged, hallgass bennünket. Jóságos mennyei atyát, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába. Krisztus, a mi Szent Anyának szeretetét és szívesen fogadta. Krisztus, a mi Urunkká. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Amen.
átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatot. Amen.
íme az Isten báránya, íme az egész a világ bűnei. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárányok. Köszöntünk, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádat, aki
3:00 Őri Lajosné kusztor Máriának lesz, Máriáért lesz a gyászmise, aztán utána 4:00 a temetése, a kenyeri temetőben. Most a héten, pénteken, itt kenyeriben az esti szentmise elmarad. A jövő vasárnapi szentmisét pedig elhűlt Ilona édesanyjáért fogjuk felajánlani. Ferenc pápának a júliusi ima szándéka az eukarisztikus életért szól. Imádkozzunk, hogy a katolikusok az eukarisztiát, vagyis az oltári szentséget helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra. Szent Péter és Pál apostol ünnepének, a ünnepe utáni vasárnap vagyunk, ilyenkor gyűjtés van, úgynevezett Péter filléreket gyűjtünk, tehát persei adományunkat az apostoli szentszék támogatására, működésére, illetve Ferenc pápának a karitatív tevékenységeinek a támogatására gyűjtjük, elhagyjuk adományainkat, ezeket Isten fizesse meg. Ma délután lesz a szentségimádás, 2:00 kezdődik, és 6:00 érne véget. 3:00 az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, aki itt lesz. Azt kérem, hogy ne hagyjuk őrizetlenül, vagy ne hagyjuk magára az oltári szentséget, még akkor is, ha búcsú van. A szentségimádás első 1 órájában is az Isten Irgalmasság rózsafüzérén itt leszek, aztán utána valamikor el kell mennem, mert Rábasebesben is lesz mise délután 4:00. De a szentségimádás befejezésére itt leszek, terv szerint. 100 éves a Rába kecskédi harangla, tudomásom szerint ebből az alkalomból július 8-án szombaton délelőtt 11:00 megemlékezés lesz a haranglánál. Hagyományteremtő szándékkal egynapos gyalogos zarándoklatra hívják egyházmegyék híveit augusztus 4-én pénteken a Rába vidéki szlovének keresztútjára. A 25 kilométeres gyalogos zarándoklatot Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök vezeti. Jelentkezni a pastorális@martinus.hu e-mail címen július 10-ig. Tervezett program, 8:00, már mint reggel indul az autóbusz Szombathelyről, 9:00 szentmise lesz Apád István falván, majd indul a gyalogos zarándoklat Szabolcs püspök vezetésével a Rába vidéki keresztút egy részén. Közben imádság, gyónási lehetőség, csendes idő lesz. Körülbelül délután 5:00 lesz a záró litánia Apád István falván. Az autóbuszos utazás költsége 3500 forint, zarándoklathoz azonban egyéni utazással is lehet csatlakozni. Mindannyiunk nevében még egyszer hadd köszönjem meg Balázs püspök atyának, hogy itt volt, hogy szólt hozzánk, és most fogadjuk az ezüstmisés áldását. Készített egy levelező listát, mint az volt a neve, hogy Rába Parti, a végén Y-nak volt. Mert hogy volt egy babás, aki Szent Gotthárd mellett volt, aztán volt, aki Sátvár környékéről csatlakozott, meg éppen Győrbe voltak. Hát én szívesen kérem a Jóistent, hogy nektek itt ez a Rába környéki életetek nagyon befogadja azt az ajándékot, amit kaptok a folyó
egymásról. Én azt hiszem, akkor vagyunk boldogok, hogyha kapunk és adni is tudunk tovább. És hogy ne legyünk környezetszennyezők, tehát hogy igyekezzük azt, ami hozzánk érkezik, megszűrni, és inkább jó tovább. Szívből kívánom nektek, hogy ez mindig sikerül. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevébe, aki ezt a teret és a földet alkotta. A mi Istenünk a menny és földre, aki a templom búcsújának ünnepének Thank you.